Nő a hangerő címmel hallható a Hajdú Online zenei podcastje. Azzal a céllal, hogy a feltörekvő, de még ismeretlen szerzők és előadók ugyanúgy hallathassák a hangjukat, mint akik kedvéért a nagy színpad előtt préselődünk össze. A mikrofon mögött szakálja, hétről hétre igyekszem bemutatni, milyen új lehetőségek segítik az alkotókat, és hírt adni arról, ha koncert, fesztivál, vagy akár csak egy új szerzemény bővíti a Civisváros zenei repertoárját. Ez itt a Nő a hangerő podcast sorozat új felvétele, vendégem pedig ezúttal a Bordó Sárkány régi zene rend frontembere Dickmann Roland. Szia Roland! Szia, és köszöntöm a hallgatókat! Örülök, hogy elsőre ki tudtam mondani, mert a régi zenerenddel mostanában nem szoktam találkozni, de viszont mivel régóta követlek benneteket, mert így maradt meg a fejemben a zenekarnak a neve, hát örülök egyébként, hogy éppen Debrecenben el tudtalak csípni egy beszélgetésre, mert ha jól tudom, megint útból jöttök haza, és zenélésből jöttetek haza. Igen, hát szerencsére, hál' Istennek itt az egész évben sikerül most muzsikálnunk, majdnem minden héten játszunk valahol, mind színpadi koncertekben, mind a Magyar Állami Operában is most lement 11 előadás a Kármina Buránában, ahol szintén játszunk, illetve a Filharmonia Magyarország szervezésében is a nem szezon jellegű időben, tehát tavasszal, télen, illetve hétköznapokon, iskolákban mini koncerteket és hangszerbemutatókat csinálunk. Most a hétvégén a Dunakanyarban volt két koncertünk, Esztergomban és Szentendrén, és minden héten megyünk tovább és játszunk különböző helyeken, különböző országokban. Kicsit térjünk már vissza erre, ezekre a bemutatókra, mert én külön szerettem volna kérdezni a tehetséggondozást. Anélkül, hogy ezt most tudtam volna konkrétan, hogy az utóbbi időben mivel foglalkoztatok, hogy mennyire támogatja ezt az oktatás, mennyire a ti kezdeményezésetek, illetve miben ad mást a gyerekeknek, vagy a fiataloknak, hogy ezt megismerjék. Gondolom, hogy itt hangszeres bemutatók is vannak, és azt a fajta autentikus hangszerelést is megismerhetik, vagy ezeknek a hangszereknek a történetét például a fiatalok. Igen, itt tulajdonképpen 45 percben kérnek tőlünk koncertet, ezáltal megismerhetik az adott együttesnek a zenéjét, hogyha tematikus, tehát kortematikus, különböző korszakú zenéket játszunk a fellépjük, akkor az adott kornak a zenéjét is, illetve van egy hangszerbemutató is, bemutatjuk azokat a hangszereket, nálunk ugye ritkán látott, hallott hangszereket, amelyeket megszólaltatunk, és ezáltal kapnak egy vizuális, igazából egy prózai tartalmi, illetve egy zenei összefoglalást is arról a korról, stílusról, illetve zenéről, amit mi képviselünk. Ebben teljesen szabad teret kapunk, és nagyon-nagyon jól fogadják. Látás iskolában is, ott tényleg ott az egy házibuli jelleggel működik. Középiskolások, a kamaszok egy picikét azért visszafogottabban reagálnak, de azért úgy látjuk, hogy ők is érdeklődve hallgatják, nézik végig az előadást. És úgy tűnik, hogy sikerül átvinni azokat a mondani valókat, azt a stílust, amit mi szeretnénk nekik bemutatni. És ebből különböző megyékben vagyunk, most eddig, ha jól emlékszem, 7 megyében voltunk az elmúlt másfél évben, ilyenkor rendszerint napi 4 iskolában vagyunk, különböző településeken, különböző iskolákban, és egy ilyen megyében, tehát körülbelül olyan 15-25 iskolába jutunk el. Van lehetőséged abba belelátni, hogy lesz-e utánpótlás például így a világzenét illetően? Vagy mennyire népszerű ez most a fiatalok között? Hát gondolom ott kezdődik, hogy egy ilyen hangszert valaki a kezébe vesz, vagy pedig elmegy az egyik fellépésetekre. Igazából azt tudom erre mondani, hogy nehezen tudnám megmondani, hogy ez ugye milyen hatással lesz majd, mert ez idő kell, hogy lássuk, hogy mondjuk a mi jelenlétünk, nem csak a miénk, hanem az összes többi fellépő, aki az adott programban szerepel, mi ilyenkor még egy megyében nem csak mi játszunk, hanem kb. 5-6 csapat megy egy évadban, hogy ezeknek az előadásoknak milyen hatása van. Én azt láttam, hogy ilyen tényleg nagy érdeklődési, meg csillogó szemekkel fogadnak minket, és tényleg ki akarom emelni, valahogy az általános iskolásoknál sokkal közvetlenebből viszonyulnak még
az interaktív előadásokhoz is, ami még elég interaktív, és ott azt látom, hogy nagyon-nagyon együtt élnek a zenével, az előadással, nagyon sokszor visszatapsolnak a gyerekek maguktól, vagy felállnak és táncolnak, és tényleg kérdezik, hogy ez milyen hangszer lehet, mit gondoltok, milyen anyagból van, vajon ez honnan származik, akkor nagyon-nagyon könnyen bevonhatóak, és én abban bízom, és azt gondolom, hogy ez megmarad a gyerekekben, és valamilyen utóélete ez lesz náluk. A kicsiknél mindenféleképpen, a nagyoknál, pedig azért gondolom, hogy így lehet, mert utána látjuk a Facebook megtekintésekből, hozzászólásokból, illetve a YouTube-nál meg szintén hozzászólásokból, hogy nagyon sokan reagálnak, hazamennek, megnézik a videóinkat, úgyhogy ránk írnak és kapcsolatba lépnek velünk, hogy azért valami hatása mindenféleképpen van, hogy hányan fognak emiatt hangszert ragadni a kezükbe, és mondjuk ezek azért tudnék, hogy ezek nem a mainstream hangszerek, tehát mi egyetlen elektromos hangszert sem használunk, hanem ezek a régi zenében használt hangszerek, azt nem tudnám megmondani, de azért úgy látom, amikor még megkérdezzük, hogy na ki ismeri ezt a hangszert, és a bekiabálásokból azt látjuk, hogy azért nagyon sok gyerek azért képben van, tehát hogy az iskolai zeneoktatás az értékelhető színvonalon van ma hazánkban. Nem várt pozitív kijelentést, nagyon örömmel fogadom egyébként. Akik titeket követnek, azzal kapcsolatban életkor szerint pedig az vetődött fel bennem, amikor vártalak, hogy a bordús sárkány esetében nem is azt kell megfigyelni, hogy milyen korosztálynak szól. Ugye ez mindig a zenei marketing területén és induló zenekaroknál is fontos, hogy kik a célközönségetek, hanem egyszerűen, hogy van-e olyan, akinek nem. És ezt tényleg mondom annak fényében, hogy tipikusan az a zene, amit csináltak, ami nem csak gyerektől tényleg bármelyik korosztálynak szól, hanem nemzetközi szinten is mindenhol megállja a helyét, és legutóbb, mikor interjút készítettem veled, akkor tértetek haza, Norvégiában jártatok, akkor egy középkori fesztivál, Viking Fesztivál, és megmaradt bennem, hogy ott mennyire szerettek benneteket, és ott nem csak színpadon, hanem hogy is hívják ezt, segíts ez a vásármulattatás, igen, hogy elvegyülünk a közönség között, igazából ezek vásárok többnyire, hogy mindenféle bemutatók vannak, és akkor itt nem színpadi, hanem koncertek vannak, hanem akusztikusan igyekszünk szórakoztatni a kedves nagy erdemüt. És máshogy szórakoznak? Más nációk? Hogy látod? Hogy a különböző országban nagyon sokat jártok külföldön, egyébként a legutóbbi podcast után úgyis konferáltalak fel, mint következő vendégünket, hogy Debrecen talán legtöbbet külföldön is koncertező zenekar, vagytok, én ebben biztos vagyok egyébként. Hát én ezt nem tudom, de az biztos, hogy nagyon sokat játszunk. Ha körülbelül a szezon, tehát egy április ősz közötti időszaknak az egyharmadát biztos, hogy külföldön töltjük, és minden héten, mondom, vagyunk valahol. Tehát biztos, hogy az tudja, hogy azok között vagyunk, akik a legtöbbet koncerteznek külföldön. Ennek nyilván maga a műfaj is köszönhető, tehát pontosan a műfaj segíti ezt, ez a világzene, népzene, középkori zene, ugye mi mindennel foglalkozunk, ebben van egy kis azért popzene is elbújtatva, tehát mivel olyan sok stílus keveredik a zenékben, ezért mi megyünk folkfesztiválokra is, megyünk középkori fesztiválokra is, mivel hangos zenét játszunk, tehát a hangos hangszerek, dudák, dobok, ezért el tudunk menni vásárokba is, és milyen fúziós zene is, ezért a különböző világzenei színpadokra is meghívnak minket, úgyhogy ez egy áldás tulajdonképpen a mi muzsikánknak, mi számunkra, hogy sok helyre el tudunk jutni. A kérdésedre válaszolva, hogy különböző nációk hogyan reagálnak a mi muzsikánkra, tudom ezt elsősorban mondani, de hát mivel sokszor fesztiválon vagyunk, azért látjuk, hogy a többiekre hogy rezonálnak. Talán ez nem meglepő, hogy éjszakról haladva lefele egyre könnyebben nyílnak az emberek. A vérmérséklet. Igen. Ugye Norvégiában iszonyatosan sokat vagyunk, nem is tudom, mert most például a Varsz, most 11-re megyünk vissza ezen a nyáron, de más norvég fesztiválokon is voltunk. Vagyunk Észtországban, nagyon sokat, ha még ez északnak számít, de tulajdonképpen szerintem ez európai északi része. Litvániában is megyünk, most tavaly is voltunk, Lettországban is voltunk.
azt látjuk, hogy, és hát van németekről nem is beszélve, hogy ezek az északi népekhez kell egy kis idő. Főleg a norvégok nagyon-nagyon nehezen nyílnak meg, nagyon könnyen kommunikálnak, tehát elképesztően barátkozósak ezek az ő nyitott, humanista, szerintem ilyen liberális ember viszonyulásoknak köszönhető, hogy ők ilyen könnyen teremtenek kapcsolatot, elképesztően oldottak, viszont nagyon nehezen szabadulnak fel, vagy ezeket a paneleket, amik az ő viselkedési eleméket nagyon nehezen vetkőzik le. Amikor viszont levetkőzik, akkor egészen extrém módon tudnak egyébként viselkedni, azért, mert nem szoktak hozzá, ez legalábbis az én tapasztalatom. Tehát ami nehezen nyílnak, viszont hogyha sikerül velük kapcsolatba kerülni, tehát egy kicsit mélyebb kapcsolatban, amikor a jópofa beszélgetésen túl elmerik már engedni magukat, akkor egészen elképesztő bulikat tudnak csinálni. Ugyanezt tudom elmondani a németekről. Az észtek önmagában egy picit visszafogottabbak, az egész temperamentumok valahogy ilyen. A spanyolok, meg az olaszok, azok pedig őrültek. Tehát, hogy ott nagyon könnyű, nagyon-nagyon könnyű jó hangulatot csinálni, főleg minél később kezdődik a koncert, gondolom, miért az összefüggést, annál könnyebb. Én magam nagyon-nagyon szeretem a francia közönséget, nekem egyébként az egyik kedvencem. Ők nem csak őrültek, mint a spanyolok, hanem szintén borzasztóan nyitottak, mint a norvégok. Tehát bennük mind a kettő a hétköznapi nyitottság, illetve az egészen elképesztő gátlástalanság, most jó értelemben véve, ők amúgy is egyébként elég extrém magatartásra is képesek adott, tehát nem fogják vissza magukat, és ez nem csak én nagyon sokat voltam francia, sőt éltem is Franciaországban, főleg Dél-Franciaországban, úgyhogy ők tényleg a bohém népi magatartást, hogy így mondjam, hogy persze egy nagy általánosításban véve képviselik, és ez a koncert befogadásában is megnyilatkozik, tehát nagyon önfeledten, nagyon nyitottan, egészen barátkozóan táncolva, énekelve tudnak részt venni a előadásokban. Úgyhogy ezt tudnám mondani. A magyar közönség, ha már egyébként ezt nem kérdezted, de hogy érdekes, hogy milyen a magyar közönség. A magyarok is egyébként szerintem visszafogottabbak, tehát érdekes módon őket leginkább az észt közönséghez tudnám hasonlítani. A magyarokban van egy alapvetően egy tartózkodás, ők is nehezen nyílnak. Nyilván nekünk ezt nehéz mondani, mert ugye minket, ha oda helyre megyünk, ahol már ismernek, akkor nyilvánvalóan jó a hangulat, mert különben nem jönnének el a koncertekre, hogyha nem érdekelni őket. De ha olyan például különböző fesztiválokra vagy város rendezvényekre hívnak, és ott nem ismernek minket, ott azért meg kell dolgozni a sikerét, és nagyon szépen látszik, ahogy az első szám ott hogy fogadják, és akkor hogy jutunk el végül odáig, hogy szerencsés jó esetben visszatapsolnak minket, de ez egy nagyon komolyan követhető év Magyarországon. Szemben mondom például a déliekkel, ahol egyből gyakorlatilag, tehát megy erre ezzel a hajam dínondánom. És olyan is van, hogy a repertoár picit felborítjátok, így menet közben, hogy figyeled a közönséget, hogy kicsit meg kéne őket táncoltatni, vagy most az elején még nem annyira, mert lassan oldódnak, vagy... Voltak ilyen próbálkozások, én alapvetően nem szeretek belenyúlni már menet közben a repertoárba, mert fel vannak épp, össze vannak kötve a számok, hogy pontosan mi fog történni a két szám között, ez is a fellépésnek tulajdonképpen a zenei része, hogy mik a szünetek a szünetekben, mik történnek, ugyan, és ilyenkor megmarad az egésznek az egyensúlya. Úgyhogy általában ezt nem szoktam támogatni, és egyébként azt kell mondani, nincs rá szükség, mert ez az így mindenhol megtörténik, csak valahol, ahogy mondom, egy picikét meredekebb van, ahol pedig függőleges. vagy egyből vízszintes, és csak a tetején kezdődik. Tehát nem, általában ennyire nem alkalmazkodunk a közönséghez. Bízunk benne, hogy a muzsikánk eljut a koncert közepén végén arra a dinamikai ívre, amivel a közönséget is magunkkal tudjuk hozni. Most legutóbb a debreceniek. Egyébként azért nem mondtam a magyar közönséget, mert én legutóbb, amikor fényes nappal tudtam koncerteket hallgatni, ez a Made in Debrecen volt márciusban,
És ugyanezt tapasztaltam, hogy többen a kedvenc bandájuknak a 20 perceit, vagy bandáiknak a 20 perceit választották ki, és már ismerték a számokat, és mégis egy helyben állunk a színpad előtt, ami nekem egy nagyon-nagyon különös érzés, akkor lehet, hogy én is francia vagyok, vagy őrült spanyol, vagy olasz típus, nem tudom, de én például nem tudom elképzelni, hogy egy helyben álljok, amikor a kedvenc zeném szól, vagy amelyiket nem is ismerem, de érzem, hogy megmozdít testileg, lelkileg. Ehhez képest tényleg azt láttam fiatalokon is, hát egy-két embertől eltekintve, akik már nem voltak különösképpen szomjasak akkor a délutáni órákban, de hát ez nem kritika, annak akkor volt a helye is ideje, hogy neked, vagy nektek a zenekarnak volt lehetősége belenézni másba is ezen a találkozón? Sajnos nem, vagyunk én azt mondom, nem igazán, mert most éppen lemezre készülünk, az ötödik lemez stúdió munkálatai történnek, és mivel mi össze-vissza vagyunk az országban, ketten budapestiek, egy valaki püspökladányi, illetve ketten vagyunk debreceniek kisernővel, ezért nekünk nem nagyon nehéz megoldani azt, hogy próbálni tudjunk, mivel sok a fellépés, olyan túl sokat egyébként nem próbálunk, az autóban mi az akusztikus hangszerek miatt tudunk, de sajnos nem, viszont most, mivel nagyon feszít most minket a stúdió határidő, a felét már felvettük a lemezet, a másik felét pedig most veszik fel, ezért ezt a napot, hogy végre itt vagyunk, ezért végig próbából töltöttük. Én még lerohantam, mi most a Romb utcán voltunk, a Siklubban, ott belehallgattunk már csak, hogy a becsület kedvéért is néhány zenekar, mert ott volt a másik zenekar, a Van zenekarnak, a Dobosának, a Sándor Balázsnak a zenekara, abba is belehallgattunk, meg még egy-kettőbe, tehát hogy meglegyen az, hogy mégiscsak részesei vagyunk, mint közönség és egy picit a fesztiválnak, de sajnos nem volt erre lehetőségünk, de azt gondolom, hogy egy koncertre én legalábbis úgy vagyok, hogy én már készülök fejben az adott előadásra, illetve azért át is szoktam játszani a dalokat. Úgyhogy hogyha fesztivál van, akkor sem a koncert előtt, én mondjuk ritkán szoktam elkolbászolni és más zenekarokat meghallgatni. Ez alapvetően szerintem elsősorban a közönségnek a fesztiválja, tehát ők azok, akik lehetőségük van, hogy olyan útravaló valaha, amilyen csak szeretnének abban a tempóban, olyan fárasztó módon, vagy olyan kényelmes módon járják körbe ezt a, nem is tudom, 165 zenekart, vagy mennyi volt. Tehát ez óriási lehetőség a közösségnek. A fellépőnek, aki hiába csak mondjuk 5 számról van szó, az 5 számot is ugyanúgy meg kell csinálni, ugyanaz a színvonalon, mint hogyha 20 dalos előadásról lenne szó. Tehát alapvetően a zenészek, gondolom én, hogy a többiek is inkább esetben készülnek az estére, vagy a délutára, ugye, attól függően ki mikor lép fel. Egyébként is elég nyomós ért, hogy az ötödik lemezetekre készültök. Na most ennek lehet tudni valamilyen részletét, hogy miben lesz más, mert egy kicsit mindig másabb is szokott lenni, vagy mi lesz benne újítás? Igen, ez a lemez mindenképpen formabontó lesz, abból a szempontból is, de kezdem akkor, amiben a leginkább különbözni fog. Ugye a zenekar játszik régi zenét is, középkori zenét, újkori zenéket is, magyarokat is, külföldieket is, illetve vannak instrumentális és szöveges saját szerzeményeink. Ez is egy nagyon szép évben indult, az elején, az első lemezen még csak 2 saját szerzeményünk volt, a másodikon talán már 4, a harmadikon és a negyediken talán 5 körül, most például ezt át kéne gondolom, nem tudom, de nagyságrendileg így. Most viszont 11 dal lesz, és ebből most már 8 saját szerzemény van, és nagyon sok instrumentális dalunk volt, most ezen egyetlen egy instrumentális, tehát csak hangszeres tétel lesz, a másik 2 szöveges szerzemény, tehát ezen az egy lemezen több szöveges dalunk lesz, mint az megelőző 4-en. Magyar szövege? Igen, mindegyik magyar szövegű, eddig 3 magyar szövegű dalunk volt, és itt akkor ezek szerint 7 darab is lesz rajta. Úgyhogy itt egészen elmozdulunk most már a saját dalok felé. Az maradt, hogy a hangszerek maradtak, elektromos hangszereket továbbra sem használunk, tehát azt mondhatnám, hogy a stílus igazából marad.
Illetve nem lesz rajta ezen most nemzetközi dal, tehát most itt mindenhol magyarul éneklünk, a három másik feldolgozás dalunk is magyar, régi magyar dal dolgoztunk fel. Tehát ez az egyik nagy különbség. A másik, hogy itt már azért megjelennek a pop zenének is, fogalmazunk így, tehát a kicsit közönség baráta, nem is tudom mi a jó szó, de tehát a szélesebb rétegekhez is, rétegeket is talán megérintő zenei nyelv, zenei kifejezési forma, de hát már nem feltétlenül törekedünk mindig az 5-6 perces óriási nagy dalokra, itt most már ezek már vannak 3-4 perces dalok, amit esetenként nem titkolt szándékkal, akár még esetleg a rádiók is le tudnának játszani, mert ugye egy instrumentális dalt sehol nem játszik le egyetlen rádió sem, hát hogyha itt most írunk néhány tehát célzottan szöveges dalt, akkor itt talán sikerül eljutni olyan emberekhez is, akik egyébként a Bűnös életben nem jönnének el egy Bordó Sárkány koncerten, mert megijeszti őket a stílus, illetve a hangszereknek a szokatlansága. Úgyhogy ez lesz a fő nagy különbség, és igazából ez lesz, ami legfontosabb lesz. A stílust hiába van néhány dal, amiben ugye a picikét mainstream-ebb irányba is elmozdulunk, az igazából nem fog változni, tehát követjük ugyanazt a vonalat, amit a legutóbbi lemeznél abba hagytuk, tehát stílusbeli változás azért nem fog történni. Akkor kultúrsokat nem kapnak az eddigi követőitek, rajongóitok, viszont a hazai közönség egy kicsit kiemelve lesz majd. Igen. És akkor várhatóan, remélhetően rádiókban is felcsendül majd a Bordó Sárkány. Bízunk benne. Igen. Egy-két dalunk azért elhangzott, a Lány és a Sárkány az elég nagyot ment, és érdekes módon az egyik a rádiót lehet említeni, ugye? Persze. Még az akkori Friss Rádióban az egyik szefárdi zsidó nóták, az Avrix Magalnékát az előszeretettel játszották, de a többi az nem nagyon sikerült sajnos a rádiókhoz különösebben jutatni. Petőfi Rádió játszott néhányat, illetve egyet pontosabban a néhányszor, a 20. századi krónikást, de hát ahogy az előbb is elmondtam, ez nem titkolt célunk, hogy nyissunk a közönség felé, nem csak a rajongók felé, hanem kicsit szélesebb sávban is elérjük a közönséget. Na, és élőben melyik közönség? Itt tulajdonképpen már nem is muszáj Debrecenről beszélni Roland, hanem akárhol Európában hol láthat benneteket, nem mintha nem kutakodtam volna utána, mert láttam, hogy a májusotok az teljesen lefedett. Igen. Melyik koncertet várjátok akkor mondjuk a legnagyobb izgalommal itt a közeljövőben? Az a helyzet, hogy én nem tudnék így kiemelni egy koncertet, amit nagyobb izgalommal várunk, mert az a lényeg, hogy színpadon legyünk, és az, hogy a közönségnek ez tetten, és ez tényleg nem szavak, hanem ez így van. Úgyhogy itt nem emelnék ki, ahova fogunk menni belföldön, hát igazából a honlapon és a közösség oldalon, most nem fogom végig sorolni, ezek, a honlap az majdnem napra kész, ezek a 4-5 hónapra előre fenn vannak a dátumok, a Facebookot az nagyjából csak 1-2 hónappal előtte frissítjük, de ott leszünk a Művészetek Völgyében, ami egy kiemelt fesztiválnak számít Magyarországon, Székesfehérváron a királyi koronázási napokon. Még a Campus Fesztiválról várjuk a visszajelzést, meglátjuk, hogy ott leszünk-e az EGRI végvári igazságokon. Nemzetközi szinten, hát ha már ezt lehet mondani nemzetközi, akkor leszünk Nagyváradon, a Szent László napokon, leszünk majd szintén, ha már akkor végigviszem a külföldöt, vagy legalábbis határon túli országokat, leszünk Felvidéken, leszünk még bentem Romániában, Székelyföld alatt, egy olyan falva nevezetű kis településen. Megyünk Litvániába, lesz 2 franciaországi fesztivál, egy ősszel és egy nyáron. Ugye említettem, hogy megyünk Norvégiába, megyünk jövő héten, indulunk Németországba. Ahogy hazaérünk egy keddi napon csütörtökön, szinte ugyanúgy megyünk vissza, csak a határ másik oldalán megyünk vissza egy osztrák fesztiválra. És szerintem, ami is külföld, az
közeljövőben ez lesz, illetve majd már szervezünk a 2024-ben lesz egy turné az Egyesült Államokban, és az is már történnek az előkészületeim. Na, ilyen turnétok volt már? Ez egy Egyesült Államokban nem volt? Nem, most, egyébként most lett volna, csak annyira bonyolult, már a szerződésünk is megvolt, vagy átküldték, de az utolsó pillanatban annyira bonyolult kijutni egy külföldi zenekarnak, az Egyesült Államok úgy, hogy azért pénzt keres, hogy az olyan típusú vízum kell, ami nagyon-nagyon nehéz, nagyon bonyolult beszerezni, és nem lett volna rá elég az időnk. Úgyhogy ezt sajnálta vissza kellett utasítanunk, és a szervezők azt mondták, például, és akkor e köré fogjuk felépíteni a turnét, hogy akkor szeretettel várnak minket 2024-ben, és addig elő tudjuk készíteni az utazást. Jó, reméljük, hogy minden rendben lesz vele. Én pedig majd szeretettel várlak téged, vagy benneteket a zenekar más tagjaival együtt, és akár egy beszámolóra majd. Nagyon szívesen. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. A Nő a hangerő hallgatói legközelebb egy debreceni utcazenésszel hallhatnak majd beszélgetést, megtudjuk azt, hogy miért jó és miért varázslatos utcazenésznek lenni, illetve mik a legnagyobb tévhitek ezzel a hivatással kapcsolatban. Minden jót!